kontinens területének 95%-a a trópusi, a többi a mérsékelt övezetben fekszik. Csaknem közepén húzódik az egyenlítő. Ebből következik, hogy a Föld legforróbb kontinense. Az egyenlítő környékén erős és állandó jellegű felszálló légmozgás jön létre, amely rendszeres, nagy mennyiségű esővel jár. A felszálló levegő aztán a térítők mentén száll le, majd a felszínen az egyenlítő felé áramlik, így kialakítva a passzátszeleket. Így a passzátszelek mindig az egyenlítő felé fújnak. A növényzet a nedvesség csökkenésével arányosan ritkul. A trópikus övezetben csak a folyók menti sávokban található sűrű erdő. Távolabb, ritkás erdő, majd fás szavanna, végül sztyepp a jellemző. A sivatag jellegzetessége a növényzet csak nem teljes hiánya. A kevés vízlelőhely, amit oázisnak nevezünk, és az időszakos folyómedrek, ezeket pedig vádiknak hívjuk, tehát ezek környékének a kivételével. A kontinens északi és déli szegélye mediterrán éghajlatú. Az egyenlítői éghajlaton állandóan magas a levegő hőmérséklete. Kicsi az évi és a napi hőingás. Egész évben nagyon sok a csapadék. Évi 3-4000 mm. Hazánkban 500 és 800 mm közötti ez a szám. Egyetlen csapadékos évszak jellemzi. Területén nagyon sűrű és magas a növényzet. Ez az esőerdő. Itt él a rotangpálma, az ében, a szantálfa, a kólafa, talaja vörös színű, laterit talaj. Afrikában elsősorban a Kongó-medence vidékén találunk ilyen éghajlatot. A szavanna éghajlaton, amelyet átmeneti övként is szoktunk megnevezni, a hőmérséklet még mindig magas, a hőingás csekély. Két évszak van, egy száraz és egy csapadékos. A növényzet az egyenlítőktől a térítők felé változik. A növénytakaró az egyenlítő közelében erdős szavanna, a térítők közelében füves szavanna. Kettő között ligetes szavanna. Jellemző növényei a majomkenyérfa, elefántfű, az akáciafajták. Talaja hasonló a laterit talajhoz, de több humusztartalommal, tehát termőképesebb. Afrikában, Szudánban és a kelet-afrikai magasföldön jellemző, de megjelenik a Kalahári-medence peremvidékén is. Állatvilága elsősorban emlősökben gazdag. Antilopok, zsiráf, oroszlán, leopárd, csakál, hiéna, zebra, gnú, kafferbivaj, elefánt, orszarvú, krokodil, víziló, és persze élnek is madarak is, struc, flamingó, íbisz és keselyű, és sorolhatnánk napestig. A térítők környékén trópusi sivatagi éghajlat alakult ki az állandó leszálló légáramlás miatt.
Ezeken a tájakon is magas a hőmérséklet. Kicsi az évi hőingás, a napi hőingás viszont nagy. A nappalok forróak, az éjszakák hidegek. Egy évszak van. Állandó növényi élet csak ott alakul ki, ahol vízhez jutnak a növények az oázisokban. Valódi talaj nem képződik. A Szaharában, az év döntő részében felhőtlen az időjárás. Ez az uralkodó passzátszélrendszer leszálló ága miatt van. A legmagasabb hőmérsékletet a Földünkön 57,8 Celsius fokot Líbiában mérték. Ilyen éghajlata van a Kalahári medence belső területeinek és a Namib sivatagnak is. Területén elsősorban a szárazsághoz alkalmazkodott állatfajok találhatók. Ezek is főleg föld alatti üregekben élnek, rágcsálók, sivatagi róka, kígyók és gyíkok. Afrika földközi tengeri partvidéke és délen a dél-afrikai fokváros vidéke a mediterrán éghajlathoz tartozik. Az öv éghajlatait a forró övezet légtömegei is befolyásolják, nyugaton a passzátok leszálló ága, illetve keleten a helyi monszun. A nyár száraz, forró és napsütéses. Az ősz, valamint a rövid tél enyhe és esős. 400 és 1000 mm között van az évi csapadékmennyiség. Ezeken a tájakon a jellemző növényzet a kemény lombú erdő, örökzöld tölgyel, paratölgyel. Talaja fahéj színű talaj, közepes tápanyag tartalommal. Eddig a szélességi körökhöz kapcsolódó övezetességről beszéltünk, de vannak függőleges övek is a magas hegységekben. Afrikában Kelet- és Észak-Kelet-Afrika hegyvidékein figyelhetjük meg. Az egyenlítő mentén emelkedő Kilimandzsáron néhány nap alatt a forró trópusi övezetből a hó és a jég birodalmába lehet jutni. Mivel a magassággal 100 méterenként fél fokot hűl a levegő évi középhőmérséklete, ezért ennyi felemelkedés megfelel annak, mintha 150 kilométer távolodnánk az egyenlítőtől. Nézzük akkor, hogyan változnak az éghajlatnak megfelelően a függőleges magassági növényövek a Kilimandzsáron. Az itt élők a 2000 méter alatti termékeny lejtőkön a kiirtott erdők helyén banánt, kávét és kukoricát termesztenek. Lejjebb pedig a szántóföldi művelés és a legeltetés jellemző. 2 és 3 ezer méter között él az igazi hegyvidéki esőerdő. 3000 és 3500 méteren megjelenik a köderdő szakázúzmóval, de más afrikai hegyekben például bambuszerdő található. Ezek a növénytársulások tulajdonképpen a mérsékelt és a hideg övezeti erdőzónák helyett vannak. E fölött 4000-5000 méterig törpecserjék és fás hangák tenyésznek. Sőt, fatermetű 5 méteres aggófüvek. 5000 méter felett sziklahavas növénytársulás található. 5500 méter fölött elérkeztünk az örök hó birodalmába. De a globális klímaváltozás miatt a Kilimandzsáron éppen megcsappanóban van a hó mennyisége. A Kilimandzsáró hava 1912 óta 80%-kal csökkent. A klímaváltozás mellett a helyi lakosság erdőégetése is hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb eső esik a területen, mivel kevesebb víz párolog el a hiányzó, kiirtott növényzet által, és a lehullott víz gyorsabban lefolyik a lejtőkön.